Üdvözöllek, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlanos Álmok című könyv írója és az Ingatlanos Álmok Klub megalapítója. Ennek a videónak a címe Hiszek abban, ami nincs. Videóimon keresztül nem mutatom neked, hogyan tudsz Magyarországon 3-5 év alatt ingatlan befektetővé válni, méghozzá kezdeti tőke és hitel nélkül. Viszont itt ez, én úgy gondolom, hogy eléggé jó ez a cím és találó, ugyanis én gyerekkorom óta abban hittem, ami nincs. Ugye először abban, hogy hú, nekem lesznek családi házaim Győr-Szabadhegyen. Egy nagyon nagy ugye, panelban nőttem fel, tehát egy nagyon nagy dolognak tartottam akkor egy családi házat. Mondhatnám nyugodtan egyébként, hogy elérhetetlennek egyébként, főleg, hogyha az ember reálisan belegondol ezekbe a dolgokba, akkor hát ezt úgy gondoltam, hogy hát, de mégis hittem abban, ami nincs. És ha hiszed, ha nem, ha te most olyan vállalkozó vagy, mint én, akkor te is ugyanebben hiszel, ami nincs. Viszont annyira látod a, mondjuk úgy, hogy a lelkei szemeid előtt, akár csak én is, hogy el fogom érni, és mondhatom azt, hogy valósággá válik, vagy bevonzom az életem, de ez hülyeség, mert azért tenni kell érte sokat. De viszont nagyon érdekes, mert egy vállalkozó, és egy ízig-vérig vállalkozóról beszélek, és nyilván nem kényszer vállalkozóról, ő viszont végig lát valamit, végig abban hisz, ami nincs, és ott van előtte, ugyanúgy előttem is ott voltak a családi házak, mert alapvetően a paneleket, lakásokat azt mindig adtam, vettem, a családi házakat azt nem mindig, azt tényleg elég jó árat szoktak érte kínálni, hogy eladjam, legalábbis régen. De végig én szikla-szilárdra hittem abban, hogy igen, nekem lesznek házaim Győr-Szabadhegyen, vannak most már máshol is persze, meg más városokban is, de viszont odaértem és elértem. És ezt tudom neked is csak mondani, hogy legyenek egy olyan álmaid, és az később igazából céllá tud majd alakulni, ami konkrétan ma is nincsen, csak saját példából tudom mondani, hogy olyan emberekkel osztad meg, akik segítenek ebben, mert konkrétan a komplet környezetem hülyének nézi ilyenkor, hogy jó, nekem vesz egy családi házat, meg majd több lesz. Mikor én neked mondtam akkor, amikor hát konkrétan hát semmi alapja nem volt, és most nagyon finoman mondom. Hát ugye mindenki csak a hülye vagy te figyelj, inkább itt ki a szemetet, tehát hogy igazából de könnyen lesz, hogy te is ezt hallgatod, és nem idegen ez a téma. Viszont ne add fel az álmaidat, ezt viszont nyugodtan mondhatom, nem szabad feladni egy pillanattal sem. Lehet, hogy tolódik, lehet, hogy éveket vársz rá, vagy évtizedeket, mert ezt most nem sikerült kimondanom, majd legközelebbi videómban majd gyakorlom. Viszont egy évtizedet, azért vannak jó pillanataim is. Jó, viszont ami a lényege, hogy ebben hinned kell, és nem szabad feladnod, mert könnyen lehet, hogy nyilván nem egy év alatt érsz el oda, mert arra nekem sem volt esélyem, hogy ingatlanom fog, nekem egy év alatt lesz, és mert pénzem sem volt konkrét, ami fizetésem sem akkor. De viszont hinni hittem benne, és hogyha te mélyen hiszel benne, ha hiszed, hanem az életed előbb-utóbb oda fog vezérelni. Már csak az a kérdés, hogy te hajlandó vagy-e megragadni ezt a dolgot, hajlandó vagy-e tenni érte, megfizetni az árát jó előre. Én nyilván hajlandó voltam, és ezért ezt meg is tudott jelenni. Ha igen, akkor biztos vagyok benne, hogy el fogod érni. Úgyhogy a válaszod legyen igen. Ez ilyen egyszerű. Jó? Köszönöm, hogy megnéztél. Szia!